A globális gazdaság Európa, és mi magyarok csak akkor tudjuk jól megoldani ennek az évtizednek a kihívásait, ha fejben átváltunk, és elfogadjuk, hogy új gondolkodásra van szükség. Így kezdte beszédét Matolcsy György a 60. közgazdászvándor gyűlésen Szegeden. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a mai elképzeléseinkkel nem tudjuk az előttünk álló kihívásokat megoldani. Hangsúlyozta, fenntarthatósági fordulatra van szükség, a jövőben a gazdasági felzárkózásokat is a fenntarthatóság köré kell szervezni. A jegybank elnöke hozzátette, vissza kell térni az egyensúly és a növekedés útjához. Magyarország letért a 2010-ben felállított egyensúly és növekedés útjáról. Kiemelte, nem szabad megengedni, hogy egyensúlytalan növekedéssel próbálkozzunk ebben az évtizedben, ezért szerinte vissza kell állítani az egyensúlyt, így a külkereskedelmi és költségvetési egyenleget. Az energiahatékonyság erősítéséről úgy fogalmazott, nincs időnk 2030-ig, most kell megvalósítani. Jelezte, hogy 2-3 év alatt komoly eredményeket lehetne ezen a téren elérni. Tehát fenntarthatóság, energiahatékonyság, egyensúly, ezt akár önök is mondhatták volna. Jó reggelt kívánok Vajda Zoltánnak, az MSZP országgyűlési képviselőjének, a Költségvetési Bizottság elnökének. Matolcsy Györgynek sok mindenben igaza van, nem? Biztos sok mindenben igaza van. Ha megengedi, ígérem, hogy reagálok arra, amit ő mondott. Az nagyon jó lesz. De hagyd mondjak egy pár gondolatot nagyon röviden, hogy hol mondta ő ezt, hogy mi ez a szervezet. Szegeden mondta, ez a Magyar Közgazdasági Társaságnak volt a vándorgyűlése. Egy személyes félmondatot hagyd mondjak, mert van szerintem jelentősége. Én ennek a társaságnak nagyon sokáig nagyon aktív tagja voltam, sőt az egyik szakosztályának, szerintem a legnagyobb szakosztálynak, a pénzügyi szakosztálynak voltam a titkára is egészen 2010-ig. Amíg mi vezettük ezt a társaságot, vagy ezeket a szakosztályokat, mindig kínosan figyeltünk arra, hogy mind a két oldal meghallgattassék. Tehát mondott valamit egy kormányzati szereplő, mondjuk egy aktuális pénzügyminiszter, vagy egy aktuális jegybankelnök, és mindig meghívtuk a túloldalról is valakit, mondjuk a Költségvetési Bizottságnak az akkori elnökét, az egy Varga Mihálynak hívták akkor, vagy más szereplőket, hogy ütköztessék a véleményeket. Sajnos ezt a nagyon nagy múltú társaságot is, ez egy jóval több mint 100 éves, ha jól számom, 125 éves szervezetről van szó, egy csodálatos szakmai civil szervezet. A Fidesz ezt is, mint annyi mindent ebben az országban tönkretett, mert teletette őt ezt a szervezetet pártpolitikusokkal. De most erre valaki és mondhatja azt, hogy savanyú a szőlő, most ön a Költségvetési Bizottság elnöke, igen, ezek szerint nem hívták meg. Ja, ez engem nem zavar egyébként. Egyébként vettem volna jegyet és elmentem volna a napi jegyet, csak nem tudtam sajnos elmenni tegnap, mert nekem egész nap óráim voltak, én egy főiskolán közgazdaságtan tanítok, tehát logisztikailag nem tudtam elmenni. Csak nem azt akarom mondani, hogy savanyú a szőlő, hanem szerintem a közgazdaságtan az egy olyan tudományág, ami nem egy exakt tudományág, tehát beszélgetni kell, vitatkozni kell oldalaknak. Nem olyan mondjuk, mint a matematika, legalábbis amennyit én tudok a matematikából, az úgy viszonylag exaktot, nagy viták nincsenek. Közösségtanban a viták vinnék előre a beszélgetést. Ez a vándorgyűlés sajnos olyan, most már sokadik éve, hogy csak az egyik oldalnak vannak megszólás lehetőségei. Csak ennyit szerettem volna mondani, elnézést, hogy ezt elmondtam, csak ez fontos. Szívesen reagálok, hogy Matolcsy mit mondott. Akkor folytassuk innen. Igen, tehát valóban vannak olyan félmondatai, amikkel egyet tudok érteni, az energiahatékonyság és ilyenekkel kapcsolatos egyetértek, de neki ezelőtt a beszéd előtt volt egy hosszú-hosszú eszmefuttatása, ahol egy új közgazdasági paradigmáról beszélt, sőt, mondta, hogy már vannak téziseik, azt ott be is mutatta, mert megnéztem a felvételt este utólag, azért tudom, milyen pontos, mert beszéltem egy pár emberrel, akik ott voltak, és egy teljesen új közgazdaságtani elméletet kezdett elő beszélni. Elmondta azt, hogy a fizika tudományágából fog beletenni gondolatokat, hogy az elektronok ahogyan mozognak, azok gondolkodnak közben, nem tudom pontosan, mit jelent. A történelemnek a DNS-ét is bele akarja tenni, nem tudom, mi a történelemnek a DNS-e. Tehát ugye egészen új elméletet kezdett el mondani. Szerintem ez nem időszerű. Szerintem egyébként nettó hülyeség, amit ő mond, de ez egy zárójeles mondat ezzel kapcsolatosan. De az biztos, hogy egy jegybankelnöknek egy ilyen hallatlan válság közepet, amely ezeként az ő tevékenysége nagyban hozzájárult, arról kellett volna beszélni, hogy mik azok a hibák, amiket ők elkövettek, és hogyan kéne változtatni mondjuk a monetáris politikát, hiszen ő vezeti a jegybankot. Erről én semmit nem hallottam. Jó, azért az látszik, hogy itt mondjuk a kamatemelések azért régóta zajlanak, igen, tehát hogy az unortodoxból az ortodox módszerek felé indult el a jegybank. Így van. Kérdés, hogy ez most mennyire hatékony. Egyetértek, tehát hogy legalább most már valami jót tesz, ugye elkezd a kamatemelési ciklus. Ezzel kapcsolatban szívesen mondok azért gondolatot, hogy a kamatemelés az nincsen ingyen, azt mi magyar emberek fizetjük, mert mindjárt, ugye egyrészt a hitele kamatokban közvetlenül, másrészt az államadóságot finanszírozzuk, most már ő nagyjából 2000 milliárd forint.
forint az a tétel évente, hogy az államadósság finanszírozását költünk, ez minden magyar munkavállaló úgy nagyjából 500 000 forintot fizet. Azért mondom, mert most 11,75% Magyarországon a kamat, két szomszédos, vagy két hasonló helyzetben lévő országban, Csehországban és Lengyelországban, azért mondom őket, most nincsen euró, tehát hogy ez egy korrekt összehasonlítás, pedig egy nagyjából 5%-ponttal alacsonyabb. Hogy lehet az, hogy nálunk ilyen magas kamatot kell fizetni, hogy finanszírozzák az államot, míg ez a két ország alacsonyabban tudja, és mondom, ez nincsen ingyen, ez a bizalom hiányból adódik. A befektetők elvesztették a bizalmat a magyar kormány és a magyar monetáris politika irányába, és ez borzasztóan kár. Ugye ezen a vándorgyűlésen azért nem csak Matolcsy György beszélt, hanem például Csányi Sándor is, az OTP elnök vezérigazgatója, aki azért mondott kritikákat, hogyha diplomatikusan is, ugye elmondta, hogy nagyon nagy szükség lenne az uniós forrásokra, ő úgy látja, hogy a kormány ezért mindent megtesz, nehezményezhette a kiszámíthatatlan jogrendet, de azért azt is elmondta, hogy az a probléma halmaz, ahol most tartunk, az azért sokkal régebbről indul, mert hogy ugye a Covid után elindult egy ellátási lánc probléma, munkaerőhiány probléma, infláció, és erre jött rá a háború. Ez egy korrekt elemzés azért, nem? Ha egy szóban kell válaszolni, akkor igen, tehát szerintem ez egy igazságos. De nem igaz, hogy mindenről nem. Az Orbán kormány. Ezt én nem is szoktam mondani egyébként, tehát én ezt így nem szoktam mondani, lehet, hogy vannak olyan ellenzéki kollégáim, akik mindenért őket hibáztatják, legyünk igazságosak, tehát valóban egy nagyon nehéz nemzetközi helyzet van, akár a Covid utáni ellátási lánc problémák, valóban a háború, bármint az orosz agresszió által indított háború is nehéz világgazdasági helyzetet okozott. De Magyarország elnézést a rossz kifejezésért letolt gatyával várta ezt a válságot, mert a kormány a választások előtt nyilvánvalóan politikai megfontolásokból akkor osztogatott, akkor pörgette a gazdaságot, amikor egyébként még jobban ment az embereknek, ezért most lett, nem tudom máshogy mondani, nincsenek eszköztárai, hogy kezdjék ezt a válságot. Más országok ilyenkor segítik az embereket. Nem biztos, hogy teljesen így van, mert hogy ugye Orbán Viktor meg arról beszélt a kihelyezett frakcióülésen, hogy a családokat a rezsicsökkentett ár, a tűzifa program és a barna szén program védi, lesz egy 200 milliárdos program az energiaintenzív KKV-k megsegítésére, a termelővállalatoknak az energiaköltségébe is beszállnak, és a szolgáltató szektor, amit mindig mondnak ellenzéki politikusok, hogy ez megint kimarad, hogy ott valamilyen új munkahelyvédelmi akcióterv is lesz, meg még valamilyen gyármentő program is. Őszinte vagyok, a közgazdász vándorgyűlésről vannak belső információk, mert vannak ott barátom, hogy mondták, hogy mi hangzott el. A Fidesz frakciós, ennyit tudok, amit ön mondott. Nekem ezek mind nagyon szép és jó. Azt gondolom, hogy egy bő évtizedet elvesztegettünk, mondjuk az energiahatékonyság kapcsán, lettek volna olyan uniós források, amiket lehetett volna ezzel lakásokat, házakat korszerűsíteni. Én értem azt, hogy azt mondja, hogy maradt a rezsicsökkentés, de hát nem mond igazat. Tehát én a választó kerületemben látom azt, hogy naponta több olyan levelet kapok, vagy személyes megkeresést, akik lekezelhetetlen helyzetbe kerültek emberek, pedig nem egy nagy palotában laknak, csak esetleg egy olyan házban, aminek rossz az energiahatékonysága, és nem tudják ezre a helyzetet. Úgyhogy az MSZP egyébként dolgozik, és ilyen rezsifórumokat tartunk, ahol próbálunk az emberekkel beszélgetni, már az is segítség az embereknek, hogy valaki meghallgatja őket, vagy hozzák a számlájukat, a sárga csekkes számlájukat, és segítünk együtt értelmezni őket, illetve a konkrét személyes ügyeket, én magam is egyéni képviselőként beterjesztem a kormánynak, írásbeli kérdéseket teszek föl, konkrét személyes történeteket, névvel, címmel, adatokkal, hogy ennek az embernek mit javasolnak. Információhoz jutnak egy ilyen fórum, mert azért alapvetően a problémákat azt ismerjük, hogy nagyon megugró számlák, nagyon sokan tényleg az utcát fogják fűteni, kifizetik, aztán nem náluk lesz meleg, mert nem energiahatékony a lakás, szóval miben új az, amit egy ilyen fórumon hallanak. Mármint, hogy mi miket hallunk az emberek, hogy mi az a... Ami új impulzus. Igen, ezek a személyes történetek, hogy hogyan nem tudják ezt kezelni, és persze nekünk vannak szakmai javaslataink is. A legnyilvánvalóbb szakmai javaslat az, hogy az energiahordozón az áfát le lehetne csökkenteni 5%-ra. Furcsa mondani, egy olyan válságban vagyunk most, hogy a költségvetés helyzete meg hihetetlenül stabil, mert a megugró infláció miatt hatalmas plusz áfa bevétel van, több mint 1 000 milliárd forintnyi plusz áfa bevétel, tehát lenne költségvetés mozgástér. Ugye azt várják el, hogy segítsék a vállalkozásokat, önkormányzatokat, szolgáltató szektort, akkor az úgy nem megy, hogy több pénzt kell adni, és közben az áfa bevételt meg megnyírválnák.
Hát de, bocsánat, szerintem igen, mert hiszen több áfa bevétel keletkezik a megugró inflációtól, az állam nyerészkedik ezen, hiszen a magasabb áru terméken több az áfa is ettől. Vége láthatatlan a sora azoknak, akiken segíteni kellene. Igen, de mondom, 1000 milliárdos mozgástérvel, és nem akarom megint a Vodafont idehozni, de azért ezt hagyd mondjam egy mondatban, hogyha 700 milliárd forint van erre, egy család főnek sem örülne az a család, amikor éppen megélhetési probléma van, nem tudnak fűteni, nem tudnak ruhát venni a gyereknek, és a családfő hazaérkezik, hogy most vett egy szép színes tévét és egy mobiltelefont. Valamilyen módon ez az, amit a kormány most tesz, és ez biztos rossz üzenet közvetlenül, és közvetett módon is az embereknek és a befektetőknek. Teljesen új gazdaságpolitikára lenne szükség, és láthatólag nem képesek megváltozni. Köszönjük szépen, hogy itt kezdte a reggelét.